Az MLS megyei igazgatósága évek óta szervez egy téli felkészülési teremtornát a megyebeli csapatok számára. Idén hadcsarnokban 36 első és másodosztályú együttes vágott neki a selejtezőknek. A középdöntők után állva maradt Nyugasz Gárda vasárnap a Filó Sportcentrumban lépett pályára. Remekül szolgálta a csapatok felkészülését a tavaszi szezonra, ráadásul ugye, mint láthatjuk, az elmúlt 15 év leghidegebb januárja van most mögöttünk, előttünk, és így a csapatoknak ez a teremtorna kiválóan szolgálja felkészülését, hiszen a legtöbb helyen műfüves pálya hiány kint nem tudnak a szabadban ilyen -10-15 fokba felkészülni. Az első három kiírás győztese, a Nyíl Gyulai együttes ezúttal nem védhette meg címét, mivel csoportjából a Rakamaz jutott a döntőbe. Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen mindenféleképpen szeretünk volna döntőt játszani. Hát ezúttal kicsit elpátolt tőlünk a szerencse, hiszen rengeteg helyzetet kihagytunk, egy góllal többet szerzett a Rakamaz. Nem tudtuk megverni, hiszen egy-egyes döntetlent játszottunk velük, így azt gondolom, hogy saját magunknak köszönhettük, hogy nem tudtunk a döntőbe jutni. Döntőbe jutott viszont a Gyulaháza, amely a selejtezőből és a középdöntőből is csoportmásodiként lépett tovább. Az első fordulóban Demecserbe voltunk, ahol második helyzetként jutottunk tovább. A következő héten más hazai pályán szintén másodiként, ott egymással élő mérkőzéssel Rakamaz volt az első, mi voltunk a második helyezett, és most úgy néz ki, hogy a harmadik hétvégén döntőzni tudunk, az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül már, mivel mind a két előző meccsüket megnyertük. A döntőben a Rakamaz 1-0-ra verte a Gyulaházát, így Madalina György együttesen nyerte a negyedik Nyírerdő kupát. A bronzmeccsen a Nyír Gyulai 2-0-ra múlta felül az Újfehértót. A gólkirályi címet a Nyír Gyulai Fekete Gábor szerezte meg, a legjobb kapusnak a gyulaházi Bandor Ferencet, a legjobb játékosnak pedig a rakamazi Kóka Róbertet választották meg a szakemberek.